Sziasztok, Nagy Szilvi vagyok. 2016. április 20-a van, és a 2016. április 27-én induló haladó tanfolyamról fogok beszélni ebben a videóban. Annak, aki nem ismer, én vagyok a tételink.hu weboldalnak a birtokosa, illetve a magyarországi tételink képviselő. És most a haladóról néhány szót. Tehát a haladó az a tételink tanfolyam, ahol az alapokon elsajátított tudást egy hatalmas ugrással sokkal magasabb szintre fogjuk emelni. Ezzel meg sokszorozva a képességünket és a megértésünket a tételink technika használatához. Miért történik ez meg? Azért, mert az első nap mindjárt majdnem 400 életnek a tanulnivalója, életfeladata, életcélja energetikai mintában letöltésre kerül. Ugyan tanúsítom, a diákok, résztvevők elfogadják, mindenki, amit akar belőle, és ez meghozza nekünk azt a rezgés minőségváltozást, ami által másfajta megértésünk lesz a technikával kapcsolatosan is. Második, harmadik nap pedig beszélünk még olyan dolgokról többek között, mondom, most nem sorolom fel az egészet, de olyan dolgokról, mint a neheztelés, sérelmek, bánkódás, ez a 3R angolul egyébként, rejection, resentment, regret, és megbeszéljük, hogyan működik az agy, mint számítógép, mi történik a tétázások során, az idegi kapcsolatokkal, hogyan kapcsolódnak össze, vagy húzalozza újra magát az agy. Aztán megbeszéljük azt, hogy a síkok létezéseiben ki mi hol foglal helyet, melyik síkhoz milyen minőség tartozik, melyik hitrendszerek tartoznak az egy-egy adott síkokhoz, és azokkal hogyan tudunk dolgozni. Illetve megcsináljuk a bébi az anyamében gyakorlatot, ami egy óriási, hatalmas nyeresség annak, aki ezt megcsinálja, hiszen már a születés előtt foglalkozunk a hitrendszerekkel, és megcsináljuk az összetört lélek újrateremtése gyakorlatot, ez is szintén befolyásolja az agynak a szerotonin szintjét többek között, de ezt majd a tanfolyamon elmondom, hogy miért hatékony, és miért érdemes ezekkel kezdeni a tétázásokat. Végvesszük, hogyan kell egy konzultációt lefolytatni onnantól, hogy meglátjuk a kliens odáig, hogy elmegy, ne búcsúzunk tőle, illetve csinálunk makrókat, rövidített útvonalakat, és lesznek olyan gyakorlataink még, mint például az energetikai válás, vagy energetikai kapcsolódásoknak az elengedése, úgy fogalmazok most, illetve hát számtalan izgalmas dolog. Többféle módon megtanulunk ásni megint, ugye bővítjük a tudásunkat kicsit mint az alap, mármint az alapokhoz képest, úgyhogy aki úgy érzi, hogy ilyen jönne, megtanulni vagy ismételni szeretne, szeretettel várom most Budapesten jövő héten. Sziasztok!